hagyományőrző csoportok kizárólag a saját hagyományukkal, a saját táncanyagukkal, és de nem csak a táncol, hanem hogy a névben benne van, mindenféle hagyománnyal foglalkoznak. Tehát az énekeken túl a mesék és a tárgyi kultúra is beletartozik. Kell megkeresni ezt a pálinkát, mi eljárjuk a sillatni. Hozzá! Muharai Elemér Népművészeti Szövetség és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége által szervezett úgynevezett Bukovinai Szakmai Nap volt ez, ahol a bukovinai, kizárólag ugye a bukovinai székely hagyománnyal foglalkozó hagyományőrző csoportok, tehát többnyire hagyományőrző csoportok vettek részt, és kimondottan azzal a céllal, hogy néhány felkért neves szakember megnézze a bemutatkozó produkciókat, és ennek alapján, hát ahogy a neve is mondja, szakmai segítséget nyújtsanak a csoportoknak, úgy a mondjuk a színpadi munkát, megjelenést illetően, mint esetlegesen a mindennapi szakmai munkát illetően, tehát próbákon mit, hogyan kellene tanítani, táncanyagnak a tudása, annak az eredetisége, tehát többféle szempont szerepelt ezek alapján. Mondjam úgy, értékelték a produkciókat, azonban ez nem minősítő volt, tehát minősítéseket egyebet nem osztottak, vagy nem egy verseny volt, hanem hogy ugye a nevében is benne volt, az volt a lényeges, hogy a szakmai segítséget nyújtsanak, illetve hogy a csoportok ugye egymást is lássák. Sajnos most csak ilyen, hát online vagy digitális formában, ugye eredetileg nyilván az élőben zajlott volna ez a találkozó. A rendezvényt a Nagymányoki Művelődési Házban tartották volna, de a koronavírus járvány ezt is átírta. A veszélyhelyzet miatt csak a digitális térben mutatkozhattak be az együttesek. Az általuk kiválasztott helyszínen készítettek felvételt előadásaikról, amit aztán elküldtek a bizottságnak. Megkapták a szakemberek, megnézték, kiértékelték, kielemezték, és utána megint egy időpontot egyeztettünk, ahol egy ilyen zoomos videokonferencián volt az értékelésnek, hogy úgy mondjam, az első fordulója, ahol igazából általánosságban mondtak véleményt a csoportoknak a munkájáról a szakemberek. Majd ezek után meg lehetett őket keresni így külön, tehát ott akkor az elérhetőségeket megkaptuk, és akkor mindenkit külön-külön meg lehetett keresni, hogy mondja el, írja meg, volt, aki e-mailben küldte el az elemzését, volt, akivel telefonon egyeztettem, és volt, akivel meg egy ilyen videóhívást csináltunk, tehát kivel fel lehetett venni így a kapcsolatot, és akkor részletesen elmondták kimondottan az adott csoportra vonatkozó értékelést. Azt sajnáltam, hogy nem élőben történik, és esetleg nem ülhet mellettem még a csoportnak egy-két tagja, ez általában elő szokott fordulni, hogy az értékelésre esetleg be lehet vinni még mást is a vezetőn kívül. Azért sajnáltam, mert ugye rengeteg biztatást és motivációt kaptam az értékelőktől. Nagyon sok dicséretet kaptunk. Aránylag ugye egy fiatal, idézőjelben fiatal csapat vagyunk abból a szempontból, hogy mi működünk a legrövidebb idő óta a 6 csoport közül, aki részt vett ezen a szakmai napon, tehát mi ugye azt hiszem, hogy talán a negyedik évünket tapossuk nagyjából. Ez eléggé rövid idő egy hagyományozó csoport életében, de ennyi idő alatt is, a szakemberek véleménye szerint, ennyi idő alatt is egy nagyon, nagyon jó csapatot sikerült faragni. Egyrészt, amit elmondtak, hogy a tánc hagyományhoz, tehát a ténylegesen felgyűjtött archív anyagokhoz nagyon jó a viszonya a csoportnak, ami ugye azt jelenti, hogy a táncanyag elég jól közelíti az eredetit. Aztán megjegyezték, hogy nagyon örültek neki, hogy sokan vagyunk,
Ez tényleg elmondható. Na most ehhez persze tudni kell, hogy nem csak a tánccsoport volt a színpadon, hanem a kórus is. Ez a János Köszöntő műsor, ez egy karácsonyi műsornak készült még tavaly, és ott nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kórus és a tánccsoport együtt szerepeljen a fellépésen. A táncanyag, tehát nagyon jól táplálkozik, érezhetően táplálkozik ugye a felgyűjtött archívanyagokból, tehát hiteles. Aztán nagyon tetszett nekik az, hogy mi eléggé sokat táncolunk kötetlenül a színpadon, tehát ezt úgy hívják a néptáncosok, hogy kötetlen tánc folyamatokat láthattak a színpadon, tehát mindenki úgymond a saját táncát táncolta. Ez nagyon tetszett mindenkinek szintén, hogy egyéniségek jelennek meg a színpadon. Azon kívül ugye nyilván, mint klasszikus hagyományozó csoport, ahogy mondtam, hagyománykörnyezet, ugye János Köszöntés apropóján került a színpadra a tánc is. Ezt mindenképp úgy értékelték, tehát aki ilyen módon mutatott be táncot, hogy ez mindig hozzátesz a tánchoz. Tehát én azt gondolom, igazából egy hagyományozó csoporttól ez lenne az elvárás, hogy nem csak fölmegyünk a színpadra és na, bemutatjuk a táncanyagot, hanem legyen valami plusz. Tehát valamit a régi hagyományokból is idézzünk fel. Kaptunk nagyon jó tippeket a mindennapi munkára is egyébként, úgyhogy kiemeltek néhány embert, akikre azt mondták, hogy nagyon szép a mozgásuk, követendő, ahogy a nők táncolnak, de mindenképpen azt gondolom, hogy az a legnagyobb eredmény, és ebben nagyon, hogy is mondjam, csak megerősítettek az értékelők is engem, szinte mindenben, amit én szoktam mondani a táncosaimnak, hogy ennyi idő alatt sikerült kiérlelni idézőjelben mindenkinek úgy a táncát, hogy az ténylegesen egy hagyományőrző csoportra jellemző legyen, hogy nem mindenki ugyanúgy, meg ugyanakkor a mozgással táncol, hanem mindenki a saját habitusának megfelelően tudja az adott táncanyagot interpretálni. Tehát ez volt nekem a legfontosabb célom, és úgy látszik, hogy ezt eddig teljesen sikerült megvalósítani. Aztán, hogy a színpadraállításnak még milyen gondjai vagy esetlegességei voltak, ugye ebben én nem vagyok annyira gyakorlott, de hát itt is nagyon sok segítséget kaptam az értékelőktől.